Magyar Történeti Családok Egyesülete lenne a következő, akivel mi együttműködési szerződést kötünk és írunk alá. De ennek a formalitása következne tulajdonképpen most. Megkérném Rita urat, hogy írja először ő alá, és az ötletnek azt hiszem én fogom aláírni, ebből négy példán kívül, és akkor két példán kapnak önök, két példán kapunk mi. Jó, köszönöm. Parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a kedves meghívást, és nagyon megtisztelő számomra, hogy itt lehetek önök között, és nagyon megtiszteltetés számomra is, mert az egyesület részéről is, hogy ezt az együttműködési megállapodást a szervezetek felajánlotta, hiszen önök ajánlották fel először, mihez nagyon szívesen csatlakoztunk. Párhuzamos útjaink azok bizonyára ismertek mindenki előtt, hiszen ugyanúgy, mint az arisztokráciát, amit ugye mi egyesületünk képvisel, ugyanúgy az önök szervezetét is el lehetett üntették és megszüntették a 40-es években bekövetkezett politikai fordulatnak köszönhetően, más szót most hirtelen erre nem tudok mondani, és csak a 80-as, 90-es évektől kezdődően lehetett ismételten genealógiáról beszélni, lehetett foglalkozni családfalak történettel, családfa kutatással, és ezért is tudott az önök szervezete is ismét a hamvaiból föltámadni, és ugyanúgy a mi szervezetünk 10 évvel később megalakulni. Fontos kihívások előtt állunk mi is, a mi szervezetünk is, a mi egyesületünk is, hiszen egy újabb generáció nő föl, én meg már ugye már a középgenerációhoz tartozom, és ezeknek az újabb generációnak kell tudni példát mutatnunk, és a mostani kihívások a teli világban a különböző, hát nem éppen erkölcsös világban példát mutatni, ami nem egy könnyű dolog. És hát pont ezért nekünk egy nagyon megtisztelő, és nagyon nagy öröm, hogy önökkel együtt tudunk működni, és bízom benne, hogy ezzel a dokumentummal akkor ennek alapját meg is tettük. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm!